Szociális központ, játszótér, mintegy 140 millió forintból két fejlesztés is zajlik Újfehértón. Szankciókkal zárult az ellenőrzés, több mint 15 millió forint értékben szabott ki bírságot a Népig. Kettős centenárium, 100 éve hunyt el Zielinszky Szilárd építész, aki 1924-ben megalapította a Magyar Mérnöki Kamarát. Játszótér és idős ellátás, gyerekeket és időseket is érintő fejlesztések zajlanak Újfehértón. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A városban közel 100 millió forintos támogatásból újul meg a Szociális Szolgáltató Központ. Az épületben idősek nappali ellátását végzik majd. Az új játszótér a 4-es főút közelében épül, a beruházásra 40 millió forintot nyert az önkormányzat. Szigetelik, nyílászárókat és új tetőt is kap ez az épület Újfehértón. A Szociális Szolgáltató Központot kívül-belül felújítják. A fejlesztés közel 100 millió forintba kerül, melyre az önkormányzat nyert uniós támogatást. Az önkormányzat 4 topluszos pályázatot nyújtott be az elmúlt években, amelyekből nagy örömünkre 3 nyertes lett, és ebből az egyik ez a beruházás, amelynek keretében a délnyérségi kistérségi társulás által üzemeltetett, de önkormányzati tulajdonban lévő szociális épületünket, szociális feladatokat ellátó épületünket tudjuk megújítani, amelyben elsősorban az idősek nappali gondozása folyik. Hát az épület már több mint 50 éves volt, hogy ideje volt, hogy egy kis energetikai felújításon essen át. Ez történik most ezekben a hetekben, a hónapokban. Bízunk benne, hogy hamarosan kész lesz, hisz az idősek már nagyon várják, hogy visszatérhessenek a régi jól megszokott helyükre. A felújított épület akadálymentes lesz. Költséghatékony fenntartásához napelemes rendszert telepítenek, emellett parkosítanak is. Ezzel párhuzamosan épül a város eddigi legnagyobb játszótere, a 4-es főút közelében lévő önkormányzati területen közel 40 millió forintos uniós forrásból építkeznek. Szintén uniós forrásból a élhető település projekt keretében egy játszóteret építünk. Nekem nagyon fontos az idősek mellett a gyerekeknek a jóléte is, és az, hogy a gyerekeink is jól érezzék magukat a városban, hisz övék a jövő. És ugye 2019-ben még egyetlen egy játszótér sem volt a városban, mostanra ez már az 5. játszótér lesz, és ebből az 5-ből ez lesz a legnagyobb, ez egy közel 40 millió forintos forrásból fog megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy nem csak Újfehértő, hanem a környéken élő gyerekek is ide fognak majd jönni, hisz olyan játékelemek lesznek benne, amik a környéken nem nagyon vannak. A térkő burkolatú járda 1,5 méter szélesen halad majd körbe a játszótéren, a területet pedig kerítéssel is körülhatárolják. A tervek szerint 4 tornyú várat, toronyházat, hajót, többfajta hintát, forgót is elhelyeznek az új játszótéren. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 400 ezer forint bírságot szabott ki a Népig a tavaszi szezonális ellenőrzés alkalmával. 34 élelmiszerterméket kellett kivonni a forgalomból 508 kg mennyiségben. Ebből 24 tétel lejárt élelmiszer volt. A minőség megőrzési idő figyelmen kívül hagyása és a foglalkoztatottak nem megfelelő képzettsége vagy egészségügyi alkalmasságának hiányossága a leggyakoribb szabálytalanság. Füstölt húsok, tojás és csoki nyuszi. A húsvét elengedhetetlen kellékei, amelyeket március 1-e és április 1-e között kiemelten figyeltek az élelmiszerlánc felügyeleti szervek. A tavaszi szezonális ellenőrzés 15 éves múltra tekint vissza. Azért indította el a Népig, mert a különböző ünnepkörök idején különböző élelmiszerek forgalma nő meg olyan arányban, amely a kereskedelmi és az előállítási folyamatokat is kockázatosabbá teszi. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is górcső alá vették az őstermelőket és a piacokat is. 2420 ellenőrzés történt, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 109 ellenőrzést végeztek a kollégák, 12 esetben szabtak ki bírságot összességében 420 ezer forint értékben. Országos szinten ez 15 millió forintot közelítette egyébként. A megyében különös problémát az általános dolgok jelentettek, tehát a különböző higiéniai problémák az üzletekben, a termékek tárolásával, az üzletek higiéniai állapotával, takarítottságával, a dolgozók higiéniájával kapcsolatos problémák vitték el
pálmát ebben az időszakban is. A dolgozók foglalkoztatottsága is rendszeres probléma a Vármegyében. Ebben a szektorban ugyanis magas a munkaerő hiány, és az ünnepi szezonokban előfordul, hogy olyan munkaerőket is alkalmaznak, akiknek nem megfelelő az egészségügyi alkalmassága vagy a képzettsége. De más problémákkal is találkoztak a Vármegyében. Mint minden ilyen időszakban több probléma is adódott. Összességében 34 élelmiszertételt kellett forgalomból kivonni a megyében, 508 kg mennyiségben, és éppen azért mondtam, hogy sajnos újra előtérbe került a lejárt élelmiszerek forgalmazása, mivel ebből a 34 tételből 24 ilyen lejárt élelmiszer volt. Egyébként füstölt termékeknek a nyomon követésével volt probléma piaci árusítás körében. Sajnos ezt látjuk egyébként, hogy a piacok, vásárok, ideiglenes árusító helyeken fordulnak elő ezek a problémák nagyobb mennyiségben, illetőleg egy tétel húsnak az érzékszervi megfelelősége okozta azt, hogy ez nem kerülhetett a fogyasztókhoz. Összességében ezekkel az adatokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az országos átlagnak felelt meg. A lejárati időn túli értékesítés viszont jóval több volt, higiéniai hiányosságok pedig 8% fölötti arányban fordultak elő, ez is negatívan tér el az országos átlagtól. Csengerben és Máté Szalkán is emlékeztek a 100 éve elhunyt Zielinszky Szilárd építőmérnökre, aki a vasbeton építészet úttörője volt hazánkban. A nemzetközileg is elismert építész nevéhez fűződik az 1924-ben létrejött Magyar Mérnöki Kamara megalakítása is. 100 éve hunyt el Zielinszky Szilárd, a századforduló és a századelő egyik legjelentősebb mérnöke. Hazánkban ő volt a vasbeton építészet megteremtője, aki megfogalmazta a mérnöki kamara megalakításának szükségességét. A neves szakember Máté Szalkán született 1860-ban. A város többek között állandó kiállítással is adózik emlékének, mely szobrát a Vármegyei Mérnöki Kamara közreműködésével 2006-ban állíttatta tiszteletére az önkormányzat. Hozzájárultunk Máté Szalka város a Zielinszky Szilárd Magyar Örökség díj oklevelének megkapásához és ahhoz, hogy Zielinszky Szilárd neve szerepeljen a Magyar Örökség aranykönyvébe. Ez is hozzátette azt, hogy a Zielinszky leszármazottak között lévő Zielinszky Tibor szobrászművész ajánlatot tegyen a városnak, hogy megcsinálná a szobrát Máté Szalkán ingyen, honorárium nélkül, ha a bronzbaöntés költségét a város vállalja. A megemlékezésen elhangzott, Zielinszky Szilárd volt a 100 éve 1924 márciusában megalakult Magyar Mérnöki Kamara első elnöke. Munkásságával sokat tett a szakma társadalmi megbecsültségéért. Zielinszky Szilárd alapította az első igazán működő mérnöki kamarát. Nyilván volt jogelődje, de ilyen szervezett rendszerű intézményt, mint a Magyar Mérnöki Kamara nem volt Magyarországon azt megelőzően. Hát az nagyon sajnálatos, hogy ezt rövid ideig élvezhette, hiszen 1924 kora tavaszán jött létre a Magyar Mérnöki Kamara, és ő sajnos 1924 áprilisában meghalt, de olyan példa, amit ma is lényeges a magyar mérnöki társadalom számára, hiszen nem másért küzdött, amiért még mi napjainkban is, nevezetesen a mérnöki munka, a mérnöki szakma elismertségéért. A koszorúzást követően a Magyar Mérnöki Kamara megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére kihelyezett elnökségi ülést tartottak a Máté Szalkai Képes Kávéházban. Biblia kiállítást rendeztek Fehérgyarmaton. A tálatvezetés során számos érdekességet meg lehetett tudni a korabeli világról, de pergamen iratok, tekercsek és aranyozott díszkötésű Biblia is látható volt a tárlaton. A Biblia egyértelműen a legek könyve. A világon a legtöbbször és a legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv. A Fehérgyarmati Városi Művelődési Házban nyílt Biblia kiállítás anyaga a magyar fordításokra fókuszál.
Ami igazán érdekessége a kiállításnak, 1870-ből egy klasszikus aranybiblia, aminek a szélei eredeti 24 karátos aranyal vannak bevonva. Kiállítás részét képezik eredeti 1760-as, 70-es évi bibliák, illetve érdekességeket tudhatunk meg a török által megszállt nagyváradi bibliáról is. Beszélgethetünk majd később a Káldi Bibliáról, illetve néhány mai Bibliát is be fogok mutatni azoknak, akik érdeklődnek a kiállítás iránt. A kiállított Bibliáknak 90%-a magánkézben van. A tárlat egyik értékes anyaga az 1870-es klasszikus aranybiblia, aminek különlegessége, hogy 24 karátos arannyal van bevonva, hiszen 1950-ig a könyveket még eredeti arannyal vonták be. Az ugyancsak felmérhetetlen eszmei értékkel bíró 1760-as, 70-es eredeti Károli Bibliák is a kiállított szentírások között voltak. Úgy gondoltam, hogy Fehér Gyarmat ér annyit, hogy egy ilyen kiállítást kapjon, betekintsen a különböző korok bibliáiba, akár belelapozzon. Nem utolsó sorban minden nap van egy eladás sorozat is, ugyanitt a Műfházban, és összekötöttük az eladás sorozatot a kiállításra, oda is várunk mindenkit. A tárlatot segítette még egy budapesti gyülekezet is, hiszen a tárolókat onnan kaptuk, és ez mind ingyen bérmentve van a mi kezünkben, ingyen bérmentve kaptuk meg a bibliákat, illetve a tárolókat is, illetve ugyanúgy ingyen bérmentve vannak ajándékkönyveink is, amiket el lehet majd innet vinni. A biblia kiállítást Fehér Gyarmat után a tervek szerint a közeljövőben Mátészalkán és Nyírmegyesen láthatják majd a különlegességek iránt érdeklődők. Napfény, azurkék ég, tengerpart és fülbemászó dallamok. Hamarosan újra Itáliában érezheti magát a nyíregyházi közönség a Móri Zsigmond Színházban, ugyanis Keszég László színpadra állítja az Ancónai Szerelmesek című zenés komédiát. A több mint 20 évvel ezelőtti sikertörténet most folytatódhat. Mi itt mindannyian, önök is, mi is 1970-ben vagyunk, 69-ben vagy 71-ben, mindegy, szóval valamikor akkor, amikor még na, de erről aztán végképp semmi. Majd elfelejtettem, lesz muzsika is, de nem ám akármilyen, hanem olyan, hogy is mondjam, olyan mindegy, erről most inkább nem legfeljebb, csak annyit, hogy visszaidézem majd azt a kort, amikor még tudják, amikor erről viszont aztán tényleg egy szót sem. Készen vagytok? Igen! Akkor allora, kezdjük! Ezekhez a sorokhoz talán már nem is kellene semmit hozzáfűzni. Közel 25 évvel ezelőtt hallhatta először a nyíregyházi közönség az Ancónai Szerelmesek kezdő sorait. Tomáó, Lucia, Giovanni és a többiek habkönnyű története az 1970-es évek Itáliájában játszódik, ahol bármi megtörténhet, és gyakorlatilag bármi meg is történik, mégpedig rengeteg szerelem, intrika, félreértés, rekeszizmokat nem kímélő poénok és jól ismert slágerek kíséretében. Ezek a számok még ugyanolyan frissek, és egy dolog lesz, hogy minden szöveg magyarul fog elhangozni, tehát ezt én nagyon-nagyon szeretném, ugyanis a nagyon jó magyar dalszövegek azok a történethez vannak írva, az olasz szövegek azok pedig magában álló sláger szövegek, tehát azok nincsenek kapcsolatban magával, az Ancónai Szerelmesek meséjével. Egy reneszánsz alapokon nyugvó történet azokkal az archetipusokkal, akik azokban a régi reneszánsz olasz komédiákban is megfordultak, csodálatos slágerekkel kiegészülve, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy egy jó és az előthöz fellövő példánnyal vagy verzióval fogunk előállni. A közönség kedvenc Ancónai Szerelmeseket azonban soha nem látta. Keszég László 2007-ben rendezett először Nyíregyházán, akkor a Merénylet című darabot láthatta a közönség az ő felfogásában. Azóta rendszeresen visszajár, 2009-ben, 2011-ben és 2012-ben is dolgozott a nyíregyházi társulattal. Nagyon szeretek itt rendezni, szeretem az embereket, jó a munkamorál, úgyhogy csak a legmagasabb szinten tudom a nyíregyházi társulatot emlegetni, vagy említeni. Az eredeti természetesen, de hát ez minden egyes darabra bocsánat, érvényes, hogy a színészgárda rendkívül módon fontos. Tehát az rengeteg mindent ad hozzá. Én azt hiszem, hogy most is
jó szereposztásunk van, megfelelő figurák lesznek, úgyhogy én abszolút pozitívan tekintek a jövő elé. Az előadást elsőként június 8-án szombaton láthatja a közönség Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadon. Ekkor csendül fel először a felújított hegedű tanár. A szezon utolsó hazai bajnoki meccsén lép pályára csütörtökön a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjában az 5.-6. hely sorsát eldöntő kuparendszerű párharc első mérkőzésén a BKG Prima Akadémia csapatát fogadják. A találkozó 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A legutóbbi szezont Új-Zélandon töltötte, most pedig már hazai környezetben készül az újabb feladatokra Jakab Máté. A nyíregyházi kosárlabda edző a New Zealand Breakers szakmai stábjának tagjaként dolgozott, és azt is elmondhatja magáról, hogy első magyarként ült NBA-ben szereplő csapat elleni meccsen a kispadon. A korábban a MAFS-nál, Győrben, Szolnokon és a német Bundesligában is dolgozó edző az elmúlt év augusztusában utazott el Új-Zélandra. A 10 csapatos ausztrál bajnokságban szereplő New Zealand Breakers szakmai stábjában helyet kapó szakember az ellenfelek feltérképezése mellett a játékosok egyéni képzésével is foglalkozott a tengeren túlon. Azt gondolom, az ausztrál kosárlabda egy nagyon, nagyon magasan értékelt kosárlabda kultúra. A játékosok úgy gondolom és úgy velem, hogy jó alapokkal rendelkeznek, a képzési rendszerük nagyon precíz, egymásra épülő, mindezt a bajnokság is jól megmutatja, hogy nagyon jó hazai nevelésű játékosok játszanak a bajnokságban. Az európai bajnokságokkal ellentétben itt ugye csak 3 légióst foglalkoztathatnak a csapatok, ami szintén azt gondolom, hogy a hazai nevelésű játékosoknak az erősségét mutatja. Rengeteg utazásunk volt, ugye egyedüli új-zélandi csapatként képviseltük a Szigetországot. Minden egyes idegenbeli mérkőzésre repülnünk kellett. Az Aucklandi repülőtérről egyszer Sydney-t, Melbourne-t, Brisbane-t vettük célnak. Ez azt gondolom nagyon megterhelő volt, és szakmailag is egy külön kihívás volt nekünk edzőknek, hiszen nagyon rövid idő alatt kellett felkészíteni a csapatot a következő mérkőzésre. Sokszor volt olyan, hogy pénteken még hazai pályán Aucklandben szerepelt a csapat, majd szombaton reggel felültünk a repülőgépre, és vasárnap délután 2-kor már Ausztráliában volt jelenésünk. Az előző szezonban bajnoki döntőt játszott az új-zélandi csapat, a 2023-24-es évadban viszont nem tudta megismételni ezt a szereplést a New Zealand Breakers. Ez a csapat ez úgy lett összeállítva, illetve összerakva, hogy meg tudjuk ismételni ezt a bajnoki döntő szereplést, de talán túl is szárnyalni. Az egész szezonban azt gondolom, hogy rengeteg sérülés és nehézség hátráltatta a csapatot. Azt gondolom, hogy egyetlen egy találkozó volt, amikor teljes csapattal tudtunk kiállni, tehát a megálmodott játékos keret tudott a pályára lépni, az összes többi találkozón valakit nélkülöznünk kellett. Az alapszakasz befejezése előtt 2 mérkőzéssel elveszítettük a legjobb játékosunkat, Anthony Lembet, aki tavaly még az NBA-ben a Golden State Warriors-nál pattogtatott. Ő egy nagyon kulcs figura volt a mi rendszerünkben, így sajnos az ő hiányát nem tudtuk kompenzálni a rájátszásban, így nem jutottunk a legjobb 4-be, de a szezon végén nagyon pozitívan értékeltük az elért eredményeket. Jakab Máté szerint sokat profitálhat majd a tengeren túlon tapasztaltakból, ráadásként pedig egy életre szóló élménnyel is gazdagodott. Az NBA előszezonjában ugyanis ott ült csapat a kispadján a Portland Trail Blazers elleni mérkőzésen. 10 napot töltöttünk Portlandben, ahol teljes körűen használhattuk például az NBA csapatnak a létesítményeit. Nagyon külön örülök, hogy sikerült szakmailag közel kerülni az ellenfél, vagy az ellenfélben dolgozó edzőkhöz. Sikerült néhány építő szakmai beszélgetést lefolytatni a túra alatt, és azt gondolom, hogy ez a mi csapatunk számára is egy nagyon hasznos felkészülés volt. Az a millió, ami pedig ott fogadott, az teljesen
az leírhatatlan, és még mindig keresem a szavakat. Nagyon-nagyon magas létszámú nézősereg látogatott ki a mérkőzésünkre, és tényleg megtiszteltetés volt első magyar edzőként NBA kispadon ülni. Mivel a legtöbb országban még nem ért véget a bajnokság, nem indult el az edzőkeringő. Jakab Máté egyelőre tornákra jár, mérkőzéseket néz, és reményei szerint júniusban, júliusban eldől, hogy melyik csapat kispadjára ül majd le a következő szezonban. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főpíreinket még egyszer, de már csak röviden. Megújul a Szociális Szolgáltató Központ Újfehértón, a fejlesztés közel 100 millió forintos uniós forrásból finanszírozzák, az épületben idősek nappali ellátását végzik majd. A városban új játszótér is épül, a beruházás közel 40 millió forintba kerül, melyet szintén uniós támogatásból kiviteleznek. Országosan több mint 2400 ellenőrzést végeztek tavasszal az élelmiszerlánc felügyeleti szervek. Több mint 15 millió forint értékben szabtak ki bírságot, és mintegy 13 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 400 ezer forint bírságot szabtak ki, és 34 élelmiszerterméket kellett kivonni a forgalomból. 100 éve hunyt el Zielinszky Szilárd, mátészalkai születésű építész, akinek nevéhez fűződik többek között a Magyar Mérnöki Kamara megalakítása. Az idén 100 éves szervezet alapítójára Csengerben és Mátészalkán is emlékeztek. Kedves nézőink, Önök május 1-én szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták. Csütörtök este is várjuk Önöket friss hírekkel, és várjon Önöket a weboldalunk is. Folyamatosan frissítjük ott a tartalmat. Most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Köszönjük figyelmüket, szép estét! Csütörtökön az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve a fátyol felhők mellett több órára kisüt a nap. Hazánk nyugati-délnyugati felén kétharmadán több helyen előfordul zápor, zivatar, északkeleten kisebb a csapadék esélye. A maximum hőmérséklet 22-24 fok között alakul.